December 17-én játszotta az elmúlt év utolsó meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks, a bajnokság 10. fordulójában Hódmezővásárhelyen 15 pontos vereséget szenvedett a csapat. Így 5 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 7. helyén töltik a rövid téli szünetet a kékcápák. Sitko Ernő szerint a sok fiatal felvonultató együttes őszi szereplésére nem lehet panasz, igaz, akadtak olyan meccsek, amelyek után maradt hiány érzett a szakmai igazgatóban. Úgy gondolom, hogy nem zártunk rossz hangulatú őszt, bár kellett volna hozzá, hogy egy-két győzelemmel többet tudjunk szerezni, és akkor lehettünk volna elégedettek teljesen az ősszel. A csapat alapvetően úgy gondolom, hogy jól dolgozott ebben az időszakban. Szépen kezd rendeződni, kezd kialakulni egy bizonyos hierarchia, ami nagyon fontos a csapaton belül, hogy kialakuljon, de mindenféleképpen egy szebb tavaszt kell megnyitnunk, és egy jobb második félidőt kell majd produkálnunk a bajnokság második szakaszában. A nyíregyházi kosarasok nem álltak le az edzésekkel, Siska János karácsony előtt és a két ünnep között is tartott tréningeket a csapatnak. Ilyenkor kicsit fizikálisan fejlesztjük magunkat, erőlétileg fejlesztjük magunkat, technikailag fejlesztjük magunkat. Mással nem nagyon szoktunk foglalkozni, mivel nem voltunk teljes csapat, és nem tudtunk semmi más gyakorolni. A nyíregyházi csapatból 4 játékos, Fazekas Csaba, Mokánszki Máté, Farkas Dániel és Sitku Márton 4 napot Székesfehérváron edzőtáborozott az U18-as válogatott kerettel. Sokat dolgoztunk, nyilván még az ismerkedéssel telt az első edzések, mivel egy teljesen új közegbe kerültünk, és az új játékrendszert meg kellett tanulnunk. Tavasszal lesz egy ugyanilyen összetartás, akkor még valószínűleg még több játékos meghívnak, hogy felmérjék az edzők a terepet, és utána pedig nyáron kezdődik a felkészülés, és nyilván egy Európa-bajnokság vár még a csapatra. Az NB1B keleti csoportjában a hétvégén játsszák a 11. forduló meccseit. A Nyíregyháza Blue Sharks a Continental Arena foglaltsága miatt csak január 10-én kedden lép pályára, akkor a tabella 5. helyén álló nagykőrös fogadják majd a kékcápák.